kinyom maga számlálót, hogy ne itt elszaladjon az idő. Szóval a lényeg, hogy az automatizálás és a különböző eszközöknek a használata az tulajdonképpen nem kiszorítja az embert, hanem megmenti a telepeket attól, hogy be kelljen csukni emberhiány miatt. Tehát igazából egy új, korszerű agrármérnöknek és állattenyésztőnek most már elég sok informatikai és gépészeti ismerettel kell rendelkezni, hogy optimalizálni tudják az összes eszköz együttműködését. Amikor én elkezdtem még ezt a szakmát, egyedül voltam, 70-es évek elején, majd az USA-ból jöttek ide tanulmányozni az élenjáró magyar módszert, aztán elmúlt 10-20 év, és mi megyünk oda hozzájuk tanulmányozni, hogy ők mire jutottak, ez elég nagy baj, lehetnénk mi is az élen. De a lényeg az, hogy a Riska program, amikor elkezdett elterjedni még Commodore-okra, aztán a kezdeti PC-kre, aztán a később a nagyobb, nagyobb erősebb PC-ken, azért kellett küzdenünk, hogy az adatrögzítés megtörténjen, és megpróbáltunk minden igényt kielégíteni, hogy mindenütt a Riska tudjon adatgyűjtő rendszerként működni. Oda dobtuk a gyeplőt a gazdáknak, mondtuk, hogy a lekérdezésre van egy paraméteres listázónk, ami különféle lekérdezéseket tesz lehetővé tőlünk, függetlenül a felhasználók igénye szerint, de azért igazából nem volt ez koordinált. Tehát miközben arra koncentráltunk, hogy a piaci részesedésünk megmaradjon, ami elég magas egyébként, olyan 80% körül a nagyüzemekben is, hogy meg kell próbálni most már az összegyűjtött 20-30 éves adatbázis felhasználásával érdemi tenyésztési és termelési, üzemeltetési tapasztalatokat átadni, alkalmaztatni, olyan sablonokat kidolgozni, amivel a tulajdonosok dolgozni tudnak, mert régen, ugye 80-as évek végéig voltak a nagyüzemek, az állami gazdaságok, TSZ-ek, ott volt külön pénzügyi növénytermesztési ágazat, állattenyésztési ágazat, ott egymást kergették a különböző típusú szakemberek. Ma már lassanként egy ember fejébe kell összegyűlni mindennek, de még a állattenyésztés és pénzügy menedzsment mellett a növénytermesztés is ismerni kell, és a gépekről is tudni kell. Tehát eljött az ideje annak, hogy a Riska támogassa azokat a menedzsereket és új tulajdonosokat, akik többé-kevésbé nem mindig rendelkeznek kellő képzettséggel, itt az egyetemek előtt óriási pálya nyílik, de megpróbáljuk azokat segíteni, akik a Riska által összegyűjtött rengeteg adatot használni is tudják egyszer érdekében. A fejlesztésben nyilván fiatalítanunk kellett. Az újabb generáció, a többet informatikához jobban értő szakemberek jobban fogják tudni ezt a munkát elvégezni, és reméljük, hogy az ország ki fog törni, és mi leszünk az élen járunk, és tőlünk fognak tudni tanulni. A további fejlesztésre felkérem, a bemutatására felkérem Székely Andrást, ő a mi informatikus projektvezetőnk. Az maradhat, igen. Köszönöm szépen, valóban megtiszteltetés egy ilyen nagy múltba becsatlakozni, és felvenni ezt a fonalat, ami ugye nem egyszerű, hiszen ahogy itt az előttem szólók elhangoztatták, hogy és elmondták, én is az informatika területéről jövök, én meg 35 éve informatikával foglalkozom. Szerencsém volt az életemben sok különböző területtel, sok különböző piaccal megismerkedni, ami ad egy némi rálátást az adatokra, és ami itt ugye elhangzott, és ugye akár rögtön a legelején ugye nagyon felmerült, hogy mennyire fontos az adatoknak az elemzése, az adatoknak a karbantartás, és ugye az ebből való következtetések, ugye ezt az összes előadáson erről hallottunk beszámolókat. Úgyhogy a Riskának ugye az az előnye, hogy valóban a piacon több mint 30 éve jelen van, és hát valóban egy nagyon intenzív, nem extenzív, hanem intenzív adatgyűjtő rendszernek minősül, azaz, hogy az emberek töménytelen adatot visznek be, és az állattartással kapcsolatos összes adat ugye megtalálható benne igen sok évre visszamenőleg. Ebből kifolyólag mi is azt az irányt gondoljuk hatékonynak, egyrészt együttműködni partnerekkel, másrészt a mi meglévő rendszerünknek a továbbfejlesztését, továbblépését az egy jó adatelemzésben, adatnyilvántartásban
megtestesíteni. Nyilvánvalóan fel kellett azt is ismernünk, hogy ugye az egy-egy telepen különböző típusú, különböző emberek dolgoznak. A telepvezetőtől kezdve a tulajdonosig mindenkinek másfajta adatra van szüksége, másfajta elérésre van szüksége, ami neki az ő munkájához kell. A RISKA az a jelen helyzetében egy nagyon gyors és nagyon egyszerű adatbeviteli rendszert képvisel. Pont most egyébként az elmúlt hetekben egy telepen egy másik fajta rendszerről térnek át RISKÁ-ra, amire szintén megtiszteltetés számunkra, hiszen olyan mennyiségű adatot kell bevinni, hogy a gyors adatbevitel az mindenképp könnyebbség a telepnek. De természetesen nem maradhat el emellett, hogy egy nagyon jól megjeleníthető, elemezhető, statisztikázható rendszer legyen a telepnek. Amiről ugye praktikusan beszélek, a statisztikázás és elemzés ugye annyira szertágazó, hogy erre elkezdtünk fejleszteni egy telepre, személyre szabható elemzőrendszert. Ez azt jelenti, hogy a telepen dolgozó különböző kategóriájú embereknek, tehát a telepvezető, az állattenyésztők, a tulajdonosok különböző perspektívából tudják online látni a saját telepeiknek az állapotát, eredményét, akár mondjuk integrálva egy ilyen előttem szólók alapján, egy ilyen intenzív vagy extenzív adatokból jövő adatokkal együtt hasznos lehet, hiszen a RISKA nyilván tartja az állatoknak az életét, a teljes szaporodás biológiai történetét, hozzávéve azokat a plusz adatokat, amik a mai technológiák valóban lehetőséget teremtenek rá, valóban nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy a tulajdonosok még jobban, még hatékonyabban mérjék fel a telepüket. Tehát azt gondolom, egyébként a tavalyi pregán is ugye itt voltunk, és akkor is látszódott, hogy mozdul el az állattartás abba az irányba, hogy az adatoknak milyen nagy jelentősége van, és valóban azzal is egyetértek, hogy ez egy kultúra nevelődés kell, hogy a maga telepvezetők, telep tulajdonosok, ahol egyébként azt látom, hogy már folyamatos egy fiatalítás, tehát egyre fiatalabb generáció kezdik átvenni a telepeket, akik igenis fogékonyak egy komolyabb technológiára, komolyabb technológia háttérre, és nem idegenek az olyan elemzésekből származó információkra, amire lehet, hogy voltak emberek, akik nem annyira fogékonyak, vagy annyira érdekelte őket. Létrehoztuk ezt a RISKA mellett, ezt a My Cattle World oldalt, amely tulajdonképpen egy integrációja a RISKÁ-nak, azaz, hogy össze van integrálva napi szinten azokkal az adatokkal, amik az adott telepekről jönnek. Illetve megvan nekünk az előnyünk, amivel szerencsére, hogy a Géza is ugye előbb elmondta, hogy elég nagy a piaci részesedésünk, hogy vannak országos adataink. Azaz meg tudjuk azt csinálni, hogy az adott telep el tudja magát helyezni a saját megyéjében, régiójában, területén, hogy ő hol tart, és ő tulajdonképpen milyen eredményeket tud produkálni, akár időben visszamenőleg is. Mindenfajta lekérdezések, statisztikák ugye lehetségesek. Ezeket se tudjuk szabni arra, hogy ami a telepnek szükséges, ami az adott telep vezetőnek vagy adott alkalmazottnak szükséges, ez mind testre szabható. Hát tudnád váltani? Meg tudom mutatni itt a weboldalunkat. Ugye ezek az adatok praktikusan élő adatokról beszélünk, tehát ezek, amik itt láthatók, ha van internetünk, van. Jó. Ezek valóban a mostani lekérdezések eredményéből származnak, akár ugye egy ilyen összefoglaló információs tábla is. Ugye ahogy mondtam, hogy a informatikából jöttem, én nagyon sok szervert, rendszert üzemeltettem, és ha azt mondom, hogy egy szerver, egy állat, tudom, szegény állatokat nem akarom bántani, bocsánat, de azt mondom, hogy egy szervernek is nagyon sok állapota van, egy állatnak is nagyon sok állapota van. És nagyon jó ezt
lesz látni, hogy egy ilyen dashboardon, hogy milyen állapotban van a telepem, összefoglalólag mik a tendenciáim, hova tart a telep, milyen kialakulások vannak. Ugye ez akár egyénre szabható mindenfajta, amit ugye előbb is mondtam, hogy mindenfajta tendenciákkal, mondjuk ez egy telepnek az elmúlt 30 napos statisztikái, de ezek természetesen mindenkinek testre szabhatóak, olyan, amilyen szeretne. Tehát, hogy ezek az adatok felhasználásával tudunk abban segíteni, hogy a meglévő technológiát föltúrpírozva egy ilyen advanced lehetőséggel tudunk a telepeknek segíteni a jobb működésben. Köszönöm szépen!